Szinte teljesen megsemmisült ez a raktár épület a vasárnap Nyíregyházán a Veszcsik Vilmos utcában. A fából készült építmény a reggeli órákban gyulladt ki. A vármegye széke hivatásos tűzoltóinak nagy erővel kellett dolgozniuk azon, hogy idejében eloltsák a lángokat. Ahogy a képeken és a felvételeken is látszik, a raktár körül fák, bokrok, más épületek és egy fóliasátor is volt, így nagy volt a veszélye annak, hogy a tűz tovább terjedjen. Ezért kellett a katasztrófa védelem több járművét is bevetni a helyszínen. Faszerkezetű raktárépület égett Nyíregyházán a Veszcsik Vilmos utcában vasárnap délután. A tűzesethez több járművel a nyíregyházi hivatásos tűzoltók vonultak. A tűzoltását a Szabolcs vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A beavatkozók 6 vízsugárral fékezték meg a lángokat. Még látványosabb és veszélyesebb volt a helyzet a nyíregyházi MÁV állomás egyik mellékvágányán. Egy villanymozdonyból törtek fel a lángok, itt már nem csak a hivatásos, hanem az önkéntes tűzoltók munkájára is szükség volt. A kockázata ezen a helyszínen is nagy volt annak, hogy a lángok a vasúti villanyvezetékek által tovább terjedjenek. A tűzoltók habosított vízsugarak segítségével oltották el az égő járművet. Villanymozdony gyulladt ki Nyíregyházán az Erkel Ferenc utcában vasárnap délután. A tűzesethez a nyíregyházi hivatásos és önkéntes tűzoltók vonultak. A mozdony elektromos leválasztását követően 2 habosított vízsugárral fékezték meg a lángokat. Ezeken kívül is bőven volt tűzeset a vármegyében vasárnap. Barabáson egy szénabálával megrakott pótkocsi lángolt, Nagyecseden fém hulladék tároló égett, Szabolcs-Feresmarton 50 négyzetméteres szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, Nyíregyházán pedig még a katasztrófavédők kiérkezése előtt sikerült megfékezni a lángokat egy 10 emeletes társasház földszinti lakásában.